Elmúltak az adventi ünnepek, elmúlt az új év, és itt vagyunk most a találkozások házában, hiszen itt nem állt meg az élet. Nagy szeretettel köszöntöm, Kulcsán László Jutkát, és természetesen neked is, és a kedves tévénézőknek is boldog új évet kívánok. Jutka, mivel tudtok kedveskedni mindazoknak, akik szeretnének már egy kis kultúrára, kis kikapcsolódásra vágyni? Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Hát január 6-án köszöntsük együtt az új évet! Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a találkozások házába! Ez egy szombati nap, január 6-a 18 óra amikor is egy pesgős kocintásra vágyjuk majd az érdeklődőket. Szőke Zoltán polgármester úr köszöntője után a Tiszavasvári Városi Fúvózzenekar lép színpadra, a programban szólót énekel rásznóra, ezt követően pedig Mészáros Árpád Zsolt érkezik ide Tiszavasváriba. Nagyon sok szeretettel várjuk őt is, és reméljük, hogy egy felgeteges új évköszöntő rendezvény részesei lehetnek azok, akik ellátottak. Igen, mert nagyon jó műsora van, valahogy más, mint a többi. Így van, tehát azért is esett rá a választásunk, hiszen e, ő egy, egy nagyon jó hangulatot varázsol, majd reményeink szerint ide Tiszavasváriba, és e, természetesen a fúvó zenekar is készül, hiszen a hagyományos új évköszöntő koncerttel várják majd ők is a kedves látogatókat. Plakáton olvasható, hogy lesz egy pohárpesgő hát nem csak egy pohár pesgő, hanem mindenki fejenként. egy egy pohár, tehát egy pesgős vendégvárással indul majd ez a rendezvény. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Aki szeretné, hogy mégis beáltárolni, milyen hosszú lesz lehet tudni, tehát a hatkor kezdődik. Hatkor, tehát egy olyan jó másfél órát kell szállnunk erre a rendezvényre, de bízom benne, hogy senki nem fog unatkozni, és senki nem bánja meg, aki elfogadja meghívásunkat. Köszönöm, nem baj, hogy még egyszer elmondjuk, hogy ez itt lesz a találkozások háza nagy termében, hiszen itt jóval többen férnek el, mint a polgármesteri jóltalban. Így van, tehát a találkozások háza színház termébe várunk mindenkit január 6-án 18 órára, és bízunk benne, hogy mindenkivel találkozunk majd, aki szeretne a rendezvényen részt venni. És természetesen a belépő ingyenes. Így van, tehát mivel újévi koncertről van szó, a rendezvényen való részvétel ingyenes. Jutka, ha már beszélgettünk, egy kicsit nézzünk már előrébb, nem feltétlenül a következő programmal, hanem az idén milyen nagy bukkanások lesznek, amit terveztek, ez lehet akár ilyen hagyományozó vagy rendszeres program? Hát igen, tehát itt az előkészületek már tavalyi év folyamán megtörténtek bizonyos rendezvényekre, hát amit már biztosan tudunk, csak ugye még a helyszín egyelőre egyeztetés alatt van, a Magyar Kultúra napjára készülünk, amikor is réka Károly lesz a vendégünk, a Erdély. Ezzel a műsorral érkezik majd hozzánk ide szavasváriba A dátum az január 24-e, és egyelőre a polgármesteri hivatalnak a dísztermébe készülünk, illetve oda tervezzük a rendezvényt, de ha úgy alakul, hogy sikerül a találkozások háza-színház termét ismét megnyitnunk, akkor gondolkodunk ebben a helyszínben is, hiszen ez egy olyan volumenű program, ami reményeink szerint több látogatót is hoz majd, és erre is a belépés az természetesen ingyenes lesz. Láttam, pontosabban olvastam az újságban, hogy december végén Nyíregyházán is volt, és nagyon nagy sikere volt ennek a, a Vasalbert esnek és régos Károlynak. Igen, tehát ezt már tervezzük jó pár éve, hogy szeretnénk ide elhozni ezt a műsort, és most ebben az évben sikerült. És uh, ugyanezen a napon uh, még az általános, illetve középiskolás diákoknak is uh, remek programot kínálunk majd, hiszen ez kötődik a magyar kultúra napjához is, uh, hiszen a Révész cégcsoport támogatásával, Rékasi Károly előadói estje, Petőfi 200 emlékéhez kapcsolódóan lesz látható, hallható itt Tiszavasváriban. Két előadást tervez a művész úr az egyik általános iskolásoknak, a másik középiskolásoknak, tehát itt még az időpont, illetve a helyszín egyeztetés alatt van, de a napja, tehát a január 24 az már biztos. Erre napra ide költözik Vasváriban Rékasi Károly. Így van, tehát egy egész napot itt fog tölteni. És hát ugye, ahogy haladunk az időben előre, tehát itt már az önforgató versenynek és néptánc találkozónak az időpontja, programja és folyamatos egyeztetés alatt van, tehát ebben az évben, ugye májusba lesz a rendezvény, a hosszú hétvégére, a pünkösdi hétvégére, tervezzük május 18-19. Az első nap az a hagyományos forgató verseny és néptárs találkozó lesz, tehát főzéssel, néptárs csoportok bemutatkozásával, illetve délutáni esti szórakoztató programmal, másnap pedig ugye a tankcsapda élő koncertre kerül majd sor, és a helyszín az alvárosi strandfürdőnek a területe lesz. Még annyit mondjunk már el, hogy Rékosi Károlyjal kapcsolatos, hogy most volt ez a farm, és Hát bizony eléggé visszataszító szerepkört kapott. Hát, hogy húsz éve ismerjük egymást személyesen, nem az az ember. Tehát egy végtelen kedves, közvetlen aranyos ember, az, hogy ilyen szerepet írtak rá, eljátszottak. Így van, tehát ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni, ahogy Attila is mondta. Tehát ő bizonyos karaktereket, bizonyos szerepeket nekik is játszani kell, és hát neki ez jutott. Jutka, köszönöm szépen. Hát azt hiszem, mikor majd jönnek a programok, ugyanúgy, mint ahogy eddig hetenként jelentkezünk. Akkor szeretettel várunk mindenkit január 6-án este 18 órára ide a találkozások háza színház termében, és mindenkinek további boldog új évet. Így van, boldog új évet kívánunk, és találkozunk rendezvényeinken.